Ismét ünnepre készülünk. Az elmúlt év csodálatos élménye volt a Budapesti Eukarisztikus Kongresszus. És ennek az emléke készítette föl a szívünket, a lelkünket karácsony ünnepére is a hálaadás gondolatával. Megköszönni mindent, amit kaptunk, észrevenni, befogadni a Teremtő Isten ajándékait, Észrevenni egymást, és megköszönni egymás mosolyát, bátorító szavát, egymás biztató jelenlétét, karácsony ünnepe van. A Teremtő Isten Jézus Krisztus személyében eljött közénk. önmagát, önmagát ajándékozta nekünk, és erre hív, erre bátorít hogy mi is tudjunk ajándékká válni egymás számára. Szent Ferenc Szegényei Alapítvány nevében szeretném így megköszönni mindazoknak a jó szívét, nagy lelkőségét, bíztató, bátorító szavát, akik az elmúlt évben támogatták az alapítványunkat, és az alapítványunkon keresztül mindazokat, akikhez a szolgálatunk szól, akik bármilyen módon szükséget szenvedtek, bajban voltak, segítségre szorulnak. Ahogy ezt egyházi hagyományunk szerint sokszor emlegetjük, Isten fizesse meg sokszorosan. Isten jutalmazza meg sokszorosan mindazoknak a szeretetét, ajándékozó jóságát, akik az elmúlt évben. Így éltek, így gondolkoztak, ennyi örömet szereztek. Így kívánok áldott, boldog karácsonyt, és a jó Istentől áldott új lehetőséget az új esztendőben. Boldog ünnepet mindenkinek!